azt látom, hogy nagyon nagy a készülődés a szurkolók részéről is, hiszen itt főzik a babujást, nem is olyan messze tőlünk, még lehet is érezni az illatát. Újra jár a kisvasút, amivel azért megint be tudnak hozni néhány száz szurkolót is akár a csarnokba, és remélem, hogy ilyen is fognak a szurkolók a lehetőséggel, és megtöltik ezt a szép csarnokot. Jó csinálni a pontrugások, próbáljunk, hogy nem kontraznák, ez mi, ha tudunk, akkor kontraszunk. Próbáljunk jobban befejezni, mint tökét. Van, ez mint száz dolog, az lehet, hogy próbáljunk jobban csinálni, mint a ellenfél, de senki nem tudja, hol lesz a kulcs. Az első mérkőzés hosszabbítása után a bajnoki döntő második összecsapása is óriási izgalmakat hozott a pirosmezes Berettyóújfalu és a Haladás között. Harcos első fél idő volt, bár én úgy érzem, hogy most jobban kézben tudtok tartani a irányítást, mint ott. Az 5-4-ünkben volt is lehetőségünk, ez az előző meccsen nem volt meg. Az első fél idő gólt nem hozott, ám a térfélcsere után az első mérkőzésen is eredményes Mateusz, valamint Nagy Imre találatával 2-0-ra ellépett a mezei Will. Sajnos nagyon gyorsan csináltunk a harmadik fólt, és ez Berettyó talál a kettő gólokat, és igen, nagyon-nagyon nehéz a pillanatokban ott játszunk, de nagyon örülök, hogy mint egy igazi csapatként, ez mint egy igazi bátor csapat, tudtunk egyenlíteni a meccset. Nem csak Mateusz és Nagy, hanem Vasádám és Luigi is betalált a bajnoki döntő első két mérkőzésén, így a hajrában megint hosszabbításra mentette a találkozót a címvédő Haladás. Igaz, most ellentétben a szombathelyi összecsapással a 2x5 perc nem hozott gólt, pedig Mateusz kis büntetőt is lőhetett. Úgy jöttünk ide, hogy mindenképpen nyerni szeretnénk, bármilyen forgatókönyv végén is, de mi nyerjünk, és 2-0-ás előnnyel utazzunk haza, hiszen akkor már csak egy meccset kell nyerni a bajnoki címért. A büntető párbaj óriási izgalmakat és fordulatokat tartogatott. Egy döntőről beszélünk, tehát ez egy ilyen kiélezett párharc. Nagyon sokat fejlődtünk szerintem, és felnőttünk a Halihoz, de ez eredménnyel ismét nem párosult. A büntető párbaj az volt, amikor mi voltunk előnyben, volt, amikor ők voltak előnyben. Végül 11 pár után a Haladás örülhetett, és 2-0-ás előnyről várhatja a finálé harmadik mérkőzését, ahol ha ismét győz, zsinórban harmadszor lesz magyar bajnok. Az a mentális rész, ami van a csapatunkban, az nagyon erős, és így is, amikor csak egy buntetótól már tudunk kikapni, akkor így is küzdünk, és ezt gondoljuk, hogy végig tudunk nyerni. Szerintem ez már volt a különbség, ez az első meccsen is, mert amikor voltunk hátul, tudtunk fordítani a meccsen, amikor már voltunk 0-2, akkor már is tudtunk egyenlíteni, és nagyon örülök, hogy így működik a csapatam, és nagyon remélem, hogy a harmadik meccs nyerünk is.